Kezdjük a Szeúzó kincsel. Egy rövid összefoglalót készítettem önöknek, hogy könnyebben tudjanak szavazni. Páratlan, gyönyörű gyűjteményről van szó, amelyet, ha minden igaz, hamarosan a földi halandók is láthatnak majd, nem csak a politikusok a parlamentben. Csak a 20. században legalább 3 olyan haláleset volt, ami összefüggésbe hozható a Szeúzó kincsekkel. Rendőrségi és nyomozati kudarcok, kontinenseken átívelő kincskeresések, titkosszolgálati akciók és zárt ajtók mögötti alkudozások, valamint egy részleteiben teljesen homályos adásvétel. A most élő fiatalok talán egyszer megismerik az igazságot, egy tény, a megvásárlás részletei minősített, 40 évre titkosított adatok. A Szeúzó kincs valójában egy színezüst étkészlet, amelynek a legértékesebb darabjait vásárolta meg a kormány. Az értékét előszeretettel felbecsülhetetlennek nevezik. Kérdés persze, hogy ami felbecsülhetetlen, azt mi alapján árazták be a vételárban megnevezett 13 milliárd forintnyi euróra. A vevő a magyar kormány, azaz Magyarország adófizetői, akik egyelőre egy vitrin közbeszerzési kudarc miatt a méltó helyén a Nemzeti Múzeumban továbbra sem láthatják a kincseket.